Közel 70 millió forint értékű ukrán, magyar zárjegy nélkülű cigarettát foglaltak le az elmúlt héten a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei. A NAV járőrei a magyar-ukrán határ közelében lévő Tiszamogyoros térségében ellenőrizték a zöld határt, amikor hőkamerával vettek észre egy katonai teherautót, majd a nyomába eredtek. A gyanús járműben ülő személyek észrevették a közeledő pénzügyőröket, ezért kiugrottak a teherautóból és elmenekültek a helyszínről. A pénzügyőrök a magára hagyott Ural-típusú terepjáró teherautókerekét kinyitották, s kiderült, hogy az zsúfolásig tele van ukrán eredetű, magyar adójegy nélküli cigarettával, amit feltételezhetően a zöld határon keresztül hoztak be Magyarországra. A pénzügyőrök a helyszínen vették lajstromba a 105 ezer doboz, közel 70 millió forint értékű cigarettát. A szállítmányt és a teherautót lefoglalták, majd visszaélés jövedékkel bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást. Kábítószer csempész férfit fogtak el a közelmúltban a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei a Tiszabecsi határátkerő helyen. A hatóság emberei kábítószerkereső kutya segítségével vizsgálták át az ukrán-magyar határra érkező kis teherautót. A kutya a raktár falában elhelyezett laptop táskánál jelzett. Miután a táskát a vámhivatal járőrei kinyitották, kiderült, hogy abban négy zacskóban közel 280 g marihuána volt elhelyezve. A táska tulajdonosa elismerte, hogy a kábítószert ő akarta behozni Magyarországra. A pénzügyőrök visszaérés kábítószerrel bűncselekmény elkövetése miatt indítottak eljárást, a lefoglalt kábítószert, valamint az ukrán férfit átadták a rendőrségnek. Húsvéti játszóházba hívta az általános iskolás gyermekeket április 8-án a Szerencsi Városi Kulturális Központ és Könyvtár. Az intézmény munkatársai ez alkalommal a közelgő ünnephez kapcsolódó dísz- és ajándéktárgyak készítésével ismertették meg a diákokat. A helyi Bocska István gimnáziumba várta a véradókat a Magyar Vöröskereszt Szerencsi Területi Szervezete április 7-én. A résztvevők többségét a házigazda középiskola diákjai és pedagógusai adták. A véradáson összesen 95 önkéntes vett részt a Szerencsi középiskolában. Matus Csákné Jobbágy Erika alkotásaiból nyílik kiállítás április 11-én táján. A Szerencsi Művésztanár tárlatát a helyi Zempléni Árpád általános iskola tornacsarnokában Schlosserné Bátori Piroska nyitja meg. Az Üzenet másként című kiállítás megnyitóján a Mádi Irodalmi Kör tagjai, valamint a helyi művészeti képzés Citera tanszakos növendékei adnak műsort. Matus Csákné Jobbágy Erika festményei április 15-ig tekinthetők meg a tájai általános iskolában. A Szerencsi Horgász Egyesület április 13-án 10 és 11 óra között haltelepítést végez a Szerencsi homokos tavon. Emiatt a szervezet vezetősége április 13-án 9 órától április 17-én 8 óráig teljes horgászati tilalmat rendel el a vizen. A tilalom megszegőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményeznek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján szerencsen autószerelőt, betanított kőfaragót, boltvezetőt, értékesítőt, kontrollert, műszakvezető raktárost, számítástechnikai rendszerüzemeltetőt alkalmaznának. Megyasszony buszsofőrnek, CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőnek, Tokajban esztergályosnak, Mádon forgácsolónak és lakatosnak kínálnak állást. Abaújkéren informatika, kémia, német nyelvtanárokat, énektestnevelés szakos tanárokat és gyógypedagógiai asszisztenst keresnek.
Ugyancsak Abaújkéren alkalmaznának szobafestő, köműves szakoktatót, illetve vállalkozási ismeretek szakoktatót. Miskolcon pénzügyi tanácsadót, Tarcalon uszodamestert keresnek. A holokauszt áldozataira emlékeznek április 14-én a Szerencsi Bocskai István gimnáziumban. A középiskolai esemény után a résztvevők az Árpád-hegyen lévő zsidó temető emléktábláját koszorúzzák meg. Szerencsváros önkormányzata a Város Napja programsorozat keretében április 16-án rendezi meg a Szerencsről elszármazottak találkozóját. A hagyományos eseményt szombaton a helyi középiskolai kollégiumban tartják. A programról további információ kérhető a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Hatodik alkalommal rendezi meg Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok köre a Pálinka és Bormustrát. Az április 16-án szombaton 14 órától a Népházban kezdődő eseményen szakavatott bírálók döntik el, hogy a beérkezett nedűk közül melyeket tartják a díjazásra érdemesnek. A mustra ideje alatt kóstolásra, a versenyt követően a termelőkkel való ismerkedésre is lesz lehetőség. A bor és pálinka mintákat április 14-én 17 óráig lehet leadni a világörökségi kapuzatban. A nevezési díj tételenként 1000 forint. A pálinkából egy, borból kettő palackot kell leadni. Az üvegeken fel kell tüntetni a termelő nevét, az évjáratot, pálinka esetében a gyümölcs, bor esetében a szőlőfajta és a bor kategória megnevezését. További információ a képernyőn olvasható telefonszámon kérhető. Újra megtekinthető Szerencsen a régi játékok kiállítása. A 37-es számú főút mellett található világörökségi kapuzatban a hét minden napján 8 és 20 óra között látogatható a különleges tárlat, ami kellemes kikapcsolódást ígér kicsiknek és felnőtteknek egyaránt. A Miskolci Nemzeti Színházban április 12-én bérletszünetben az Amadeus című dráma látható. Ugyancsak a Nagy Színházban 13-án a Képzelt Beteg komédiát, 14-én a Parasztbecsület és a Bajázzók operákat, 17-én pedig a Hotel Mentor Rock and Roll musicalt játsszák. A Kamara Színházban április 13-án az Egy bolond százat csinál zenés bolondság, 14-én és 15-én délelőtt a Mindenlátó királylány zenés mesejáték szerepel a repertoárban. 14-én este az Ármányi szerelem drámát, 15-én a Humoristák Szövetsége zenés kabaré komédiát, 16-án és 17-én pedig a Portugál színművet állítják színpadra. A játékszín kínálatában április 12-én a Prach című komédia, 17-én a Tangó című szerepel. A csarnokban a 15-ei bemutató előadást követően április 16-án bérletszünetben a Szem muzsikája táncmű kínál kikapcsolódást a Miskolci Nemzeti Színházban. Négy versenyzővel képviseltette magát a Szerencsi Sportegyesület Shotokan Karate szakosztálya az SKS Eskádun Hungary Stílus Szövetség szervezésében április 2-án és 3-án Egerben megrendezett Európa-bajnokságon. A 22 ország több mint 600 versenyzőjét felvonultató viadalon Varga Csaba háromdanos mester tanítványai összesen 5 alkalommal állhattak dobogóra. A szerencsiek közül Tóth Tamara formagyakorlatban és küzdelemben, Monyók Hilda és Ivanics Dániel formagyakorlatban, Orosz Péter pedig küzdelemben szerzett bronzérmet a népes nemzetközi mezőnyben. A Szegeden elszenvedett vereség után nem kegyelmezett következő ellenfelének az MB2 keleti csoportjában játszó szerencsi kosárlabda csapat. Együttesünk április 2-án a Mezőberényi KK játékosait látta vendégül a Kulcsár Anita sportcsarnokban.
Annak ellenére, hogy a dobogóra áhítozó mezőberény ez alkalommal a legjobb összeállításában érkezett szerencsre, hamar kiderült, hogy ezen az estén nem sok esélyük van a győzelemre. A két csapat között korábban lejátszott szoros és izgalmas mérkőzés ezúttal elmaradt, mivel a szerencsi kosarasok szinte állva hagyták a vendégeket. Mindez abból is látszik, hogy az ötödik perc végére már 22 volt az állás, majd a második játékrészt már 66 dobott és 27 kapott kosárral zárta az elmúlt heti veszőfutás után kellőképpen feltüzelt szerencsi együttes. Az SVS-e gyors és pontos támadásokkal taglózta le az ellenfelet, és a védekező munka is megfelelt Gulyás László edző elvárásainak. A lelátón helyet foglaló hazai szurkolók hamar megnyugodhattak. Annak ellenére, hogy a nagy fölény miatt a mérkőzés második felében már kissé alábbhagyott a játékosok figyelme, minden pályára lépő szerencsi kosaras egyaránt kiválóan teljesített ezen a meccsen. A legeredményesebb 23 ponttal Jakab László volt. A Szegeden elszenvedett vereség után hazai pályán látja vendégül a Tisza Parti Város együttesét az SVS-e kosárlabda csapata. A minden bizonnyal nagy küzdelmet hozó MB2-es találkozó április 16-án 17 óra 30 perckor kezdődik a Kulcsár Anita sportcsarnokban. Szerencsváros sportegyesületének futballcsapatai április 16-án délután Taktakenéz együtteseit fogadják a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen. A megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Hegyalja Szerencs csoportjában szereplő együtteseink 14 és 17 órától lépnek pályára. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei első osztályú bajnokságban szereplő Szerencsi női kézilabda csapat a Miskolci Handball együttesét fogadja április 14-én a Kulcsár Anita sportcsarnokban. A találkozóra minden sportbarátot szeretettel várnak. Újabb szép sikerrel gazdagította a város úszósportjának eredménylistáját a Szerencsi Általános Iskola harmadik korcsoportos fiú gyorsváltója. Az április 2-án Hódmezővásárhelyen megrendezett úszódiák olimpia B kategóriás döntőben a Kovács Kristóf, Farmosi Zsombor, Lackó Balázs, Szemán Gábor alkotta csapat országos bajnoki címet szerzett. Edzőjük és felkészítőjük Farmosi István. Szerencsváros sportegyesületének sakkozói Sajó Szentpéter csapatát fogadták április 3-án a Népházban. A helyosztó találkozónak nem volt különösebb jelentősége, mivel mindkét együttes továbbra is a megyei első osztályban folytatja a küzdelmeket. A szerencsiek négy ifi versenyzőt is asztalhoz ültettek, és a szoros játszmák eredményeként végül döntött a rutin, így 5,5-6,5 arányú vendégsiker született. Győztesként állt fel az asztaltól Balog László, Tóth Levente és Csepel János, míg döntetlent ért el Ág Norbert, ifjabb Balog Imre, Újházi Dávid, Mészáros Tamás és Nagy Attila. A Szerencsi Horgász Egyesület április 17-én 8 órától a Homokos tavon rendezi meg a hagyományos Pisák Lajos horgász emlékversenyt. Az eseményen csak az egyesület tagjai vehetnek részt. Nevezni 7 órától 7:30-ig lehet. A részvételi díj felnőtteknek 1000 forint, ifi horgászoknak 500 forint, a gyermekeknek díjmentes. A horgászverseny 12 órakor ér véget. A legjobb eredményt elérők tárgyutalomban részesülnek, az abszolút győztes átveheti az Egyesület Vándorkupáját. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió műsorát látták. Adásunkat háromszor ismételjük meg. A műsort követően majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorral legközelebb április 17-én várjuk Önöket, addig is telefonon fogadjuk hívásaikat az 560-228-as számon. E-mail címünk info@szerencsitv.hu. Posta címünk Szerencsi Televízió 3901 Szerencs, Postafiók 44. Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, viszontlátásra!